Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, remélem, hogy sokan már műsorunk kezdete óta velünk vannak, de aki még csak most kapcsolódott be, azokat is arra biztatom, hogy mindenképpen maradjanak velünk az adásunk végéig, hiszen nagyon sok érdekes témával készültünk a mai weekendbe is. Szeretettel köszöntöm Fintor Gábor urat, a Szerusz. Tokaji Fesztivál Katlan igazgatóját, ügyvezető igazgatóját. És hát ugye Gábor, ha te itt vagy velünk, akkor mi egyrészt nagyon örülünk neki, ugye te tudod, hogy te vagy az egyik kedvenc riportalanyom, másrészt pedig az azt jelenti, hogy akkor újabb és újabb érdekesebbnél érdekesebb előadások vannak készülőben a Tokaji Fesztivál Katlanban. Elég napbarnított vagy, úgyhogy ez azt bizonyítja, hogy azért ott a Katlanban nem csak belül, hanem kívül is jössz-mész, ugye aki volt már ott, azt tudja, hogy egy ilyen napsütésben ott a fehér gránit, vagy nem is tudom milyen kő, az rendesen hozzásegít ahhoz, hogy az embernek legyen egy kis görögös feelingje. Na, de hát elsősorban bent történnek az események. Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Igen, valójában is, hát nem üres kézzel érkeztem most ide a Kölcsei Televízióba, hiszen nyereményjáték jegyeket is hoztam magammal, úgyhogy gondolom, majd ezeket is ki fogjátok sorsolni. Szuper. Nagyon sok érdekes és kiváló programunk, minőségi kulturális eseményeink lesznek, már voltak is. Ugye már megnyitottuk a Fesztivál Katlan szezont május végén, de hát még a fő attrakciók tulajdonképpen majd most következnek július és augusztus hónapban a nagy produkciók, úgyhogy már nagyon izgatottak vagyunk. Nos, akkor most ugye az előttünk álló július az amiről elsősorban ma este beszélsz. Egyébként a május-június úgy összegezve, gondolom, hogy jól sikerült. Természetesen. Hány előadás volt? Igen, több kisebb rendezvényünk volt, ezek nagyrészt a teátrumban, illetőleg a Paula Jede Színházban voltak. Ugye három helyszínen tartjuk a programjainkat, egyrészt ugye a Fesztivál Katlan nagy színpadán, a teátrumban, illetve a Paula Jede Színházban tulajdonképpen a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, operettel, humorestel, kamara előadásokkal, musicallel, operával várjuk a kedves nézőket. Ez már a negyedik teljes szezonja a Fesztivál Katlannak, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik. És hát nagyon büszkék vagyunk az idei program összeállításra is. Ennek fényében ugye már május végétől elkezdődtek a programok, gyermeknappal, egy bringa fesztivállal többek között, illetve hát Vastag Csaba koncertjével, valamint olyan kisebb színházi produkciókkal, amelyek hát méltán vonulnak be a Fesztivál Katlan történelemkönyvébe, hogy így mondjam, például és Rómeus Júlia, Rudolf Péter és Nagy Kálóczi Eszter főszereplésével, de volt humorest Fábri Sándorral, úgyhogy tényleg igazán érdekes előadások voltak, de úgymond a társadalom egy-egy szegmensének a problémáira is próbáltunk ráirányítani a figyelmet, a fókuszt, itt volt velünk dr. Almási Kitti, illetve Kepes András is. Nos, hát ahogy itt említetted a különböző zenei műfajokat, ugye egy műfajt hiányoltam, aminek azért nagyon nagy rajongó tábora van, ez pedig az operett, viszont úgy látom, hogy a júniusi programban az operett nagy ágyúját, magát, Oswald Marikát láthatják majd a Fesztivál Katlanban. Így van, július 6-án, pénteken operett gálát rendezünk, a főszerepben, ahogy említetted, Oswald Marika és partnere a Nyíregyházán méltán ismert Mészáros Árpád Zsolt lesz, aki amellett, hogy fantasztikus dalokat is fog énekelni, műsorvezetői teendőket is ellát majd, de rajtuk kívül több kiváló tehetség fog színpadra állni, valamint tánckor, zenekar, tehát egy kimondott nagy gála veszi kezdetét, és ezzel a nagy gálával indul tulajdonképpen a Fesztivál Katlan nagy színpadjainak a programjai. Ugye a nagy színpad befogadó képessége, ami a közösséget illeti, az 2500 fő, Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpada, úgyhogy érdemes ellátogatni. És ezt követően pedig hát július 14-én a nyár egyik legnagyobb eseménye a Fesztivál Katlanban, Havasi Balázs, a népszerű zeneszerző zongora művész ellátogat újra a Fesztivál Katlanba, nyáron kizárólag csak Tokajban
6 koncertet, máshol nem lép fel. Egyébként is Magyarországon, Budapesten kívül csak Tokajban lép fel, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, nagyon szereti a várost, nagyon szereti a fesztiválkatlant, az atmoszférát, a környezetet, úgyhogy nálunk koncertezik majd. Olyan műsort hoz, ami Sydneyben debütált, az Operaház nagy termében, elsőprő sikerrel, Pure Piano címmel, úgyhogy ezt a műsorát fogja hozni ide a fesztiválkatlanba. Ugye itt ő zongorázik, tehát gyakorlatilag ő itt egyedül lép a színpadra. Már csak azért mondom, mert ugye Budapesten általában mindenféle műfaj is megmutatkozik. Itt is egyébként be fogja avatni a nézőket a művek keletkezésének a történetébe, tehát tulajdonképpen egyfajta kontaktust fog teremteni a nézőkkel, ez számára ugye nagyon fontos, úgyhogy itt is meg lesz ez a fajta show jelleg. Ugye közben azért itt a nézők látják a kínálatot, mi itt a legnagyobb durranásokról tudunk beszélgetni időhiányában, de gondolom, hogy a honlapon ugyanígy láthatják majd, hogy szinte minden napra jut valóban valami kis ízelítő, mert miközben te elkezdtél itt ugye Havasi Balázsról beszélgetni, a nézők láthatták, hogy Sebestyén Balázsral is lesz például egy közönség találkozó. Többek között igen vele, és ő a kisebb programok közé tartozik, júliusban Sebestyén Balázs, Tóth Vera koncertje lesz, úgyhogy ezek a kisebb események, de annál nagyobb szeretettel várjuk természetesen őket, és még ami a nagyobb produkciókat illeti, kimondottan egy családi musical, a Hamupipőke történetét feldolgozó látványos mesevilággal ötvözött táncos produkció lesz, az Experience legújabb sztárprodukciója, a Cinderella című musical, amely nyugodtan azt gondolom, hogy felkeltheti a kedves nézők érdeklődését, hiszen nem csak a gyermekeket, hanem a nagy korosztálynak, tehát az idősebbeknek is van mondani valója, úgyhogy ez kimondottan egy ilyen családi esemény lehet július 21-én, és hát újabb világsztárt köszönhetünk a tavalyi esztendő után, bár én azért Havasi Balást is a világsztárok közé sorolnám, tehát mondhatjuk azt, hogy két világsztárunk van idén és júliusban, egy hónapon belül, vagy két héten belül, július 28-án ez az argentin opera énekes, egy igazi polihisztor, José Cura látogat a fesztiválkatlanba, és a Magyar Operaház zenekarral hát egy olyan különleges műsort fognak odavarázsolni, amelyre nyugodt szívvel mondhatom, hogy még nem volt példa Magyarországon, úgyhogy az egyediséget, a minőséget és a minőségi kultúrát azt hiszem, hogy José Curán keresztül garantálni tudjuk a kedves közönségnek. Még egyszer ennek a koncertnek az időpontja? Július 28-a szombat este. Hát azt gondolom, hogy tényleg olyan színes a kínálat, és olyan egyedülállóan különleges koncertek vannak, hogy nem csak Tokaj környékéről, hanem az ország számos városából érkeznek majd, úgyhogy aki tényleg biztosítani akarja a helyét, az azért szemezgessen a honlapon, és akár elővételbe is vásárolja meg a jegyeit, hogy biztosra menjen. Hát Gábor, köszönjük szépen, és ugye, ahogy szoktam mondani, az irigyellek, mert te minden eseményen ott vagy. Szeretettel várunk, mint ahogy a nézőket is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Mi pedig várunk téged vissza augusztusban. Jövök.